1968-ban Várkonyi Zoltán rendezte, zenéjét Farkas Ferenc szerezte, a Gárdonyi Géza Egri csillagok regénye nyomán készült filmnek. A Gárdonyi év kapcsán ezekkel a dallamokkal indult az idei zenei világnap alkalmából rendezett koncert, amelyet a méltán nagy sikerű Tatai Dandár zenekar adott a világnap előestéjén a Magyari Zoltán Művelődési Házban. Mi komoly zenészek vagyunk, tehát itt diplomás emberekről beszélünk, akik az életüket erre tették fel, hogy zenéskolában, zenészeti szakközépiskolában és zenészeti főiskolán végezték tanulmányaikat. Tehát a fő profilunk a komoly zenet, a szolgálati feladatok ellátása mellett, de természetesen nyitottaknak kell lennünk a mai katonazenekaroknak, ugyanúgy, mint régen. 100-150 évvel ezelőtt a monarchia idejében is az akkor slágereknek minősülő műveket repertoárjukra tűzték a zenekarok, tehát akkor könnyű zene volt egy Strauss. Most szintén könnyű zene tud lenni bizonyos alkalmakkor, de nekünk ennél sokkal nyitottabbnak kell lennünk, és még kell szólítanunk még a nagyon-nagyon fiatalokat is. Ennek apropóján évről évre frissül a repertoár, ez a szakalaki gyepsú produkciókon is látható, amit a katonazenekari fesztiválokon szoktunk bemutatni. Új műsor van, hát hogy ezt tőlünk megszokhatták, már persze régi darabokból is szemezgetünk, inkább a ritkábban hallható műveket vettük elő, és főleg ami az idejére vonatkozik. Ezért tekintettel arra, hogy idei Gárdonyi emlékév, az Egri csillagoknak a filmzenéjét is műsorra tűzik, amit egyszer játszottunk eddig májusban a Patarán. Aztán egyéb filmzenéket és műzikkel slágereket is fognak tőlünk alani. Lesz ősbemutató és egy új népdal feldolgozás, ami ugye minden évben készül a zenekar részéről, és hát el fogunk tévejedni kicsit a könnyű zene világában is. A zenei világnap apropóján Tatán több koncert is volt. Törekvés, hogy hazai együttesek és nemzetközi hírű előadók is minél többször megforduljanak a városban. Az ízlés az mindig változik, és próbáljuk mi őket arra fordítani, hogy mindenfélével találkozzanak, tehát minden tetszen a tatai közönségnek, és hogy érdekelje is őket az, hogy a fiatalok, idősebbek akár közösen tudnak muzsikálni, akár egy-egy olyan nagyszabású együttes, mint egy országos hírű dandárzenekar, vagy egy nemzetközi hírű szakember is megmutatkozik a városban. Én azt gondolom, hogy érdekli, és azt kell mondanom, hogy egyre jobban érdekli a tataiakat, mert hogy a Barokk Fesztiválnak is ez a célja, hogy minél jobban ide vonzuk azt a közönséget, akik a komoly zene és egyéb könnyű zene irányzatok iránt érdeklődnének.